Gyerek. Nem gondolta, hogy a fateod építi ezt a kerítést. Hát persze, nézd meg ezt a helyet. Látszik az apuszi traktorja. Épp eszégel ott. Könnyű azt mondani, ha azt hinné valójában, az apukát teljesen olyan, mintha közelét hallgatott volna egy... Ügyétve, hogy a maszkát reszelt egy gitáron. Maszkát reszelt egy gitáron. Várjuk, a maszka hogy megy be a gitárba? Úgyhogy szépen nem tud reszelni a szajtot a gitáron. Ekek, örömhírt hoztam nektek. Na, hát halljuk, Fatal. Kit elvezészed, vagy mit akar mondani, nem mindegy. Van egy jó hírem a számotokra. Egy különleges vendég fog idejönni hozzátok, ami nevezetes Tomásra emlékeztet. Az meg mi a túlót jelent? Hogy mi volt? Tomás egy rendkívül macska, és legfőképpen nem olyan csacska. Ő a legkomolyik komolyikja. Úgyhogy még valamit kérek. Törred! Au-au! Ha még egyszer felcsapsz valami nagy bulit, nyugodt a búcsút felsz a házadnak, világos? Igen, persze megértettem. Jó, akkor ezt letárgyaltuk. Vigyázz magadra, Fatal! Te is, lányom! Addig is legyetek jók! Nem értem, hogy ki lehet az a Tomás? Ő a te komolyikod. Azt hiszem, hogy én is vagyok. Majd jövök. Háj, tennünk kell valamit a komolyikok ellen. Várjuk csak, van egy jobb ötletem. Mi lenne, hogyha vezetnék itt a szállodát? Szállodát nem előttesz. Hogy lehet vezetni itt a szállodát? Úgy, hogy te meg én viszont rendezhetnék olyat, amit mi szoktunk. Mint a régi szép időkben. Úgy érted, hogy úgy bizony. Munkára fel. Tavaly húzott. Eléget tolámától nem lehet így aludni. Ez készen van. Megtudhatnám, mi ez a nagy zsivaj. A szomszédunk miszé hozott erre. Kövelt ingyeszlet egyedek, hogy véletlenül hallotta valami nagy zúgást itten. Így hallatsz, hogy... Jó vagyok. Nézze, uram, itt valami hatályos félrejtésre van szó, meglepi vendéget várunk. Itt leszek ezen a sarkon, de ha még egyszer meglátom, akkor ilgó-burgum lesz. Nézzek, uram, megittak, hogy elrontják. Miért ide rakják ezt a szomszéd a szomszédkodást? Arra szímike, a mi kis vendégségünk tökéletes lesz. Jó, de mikor is jön a vendég? Holnap? Várjuk ki a holnapot. Jó, rendben. Addig is szalaszunk egy párat. Jó van, Tomás. Előjöhetsz. Előtt úsz a szállók bepozolja helyett. Hová lesz az út? Az egyik célpontunk volni meg ki. Ő az, aki pontosabban elvette azt, ami az enyém volt. Mekkora más liszta vagyok én. Igen, eléggé más liszta, de az mit jelent? Az jelenti, hogy ha legalább nem fizetek ki az adót, akkor biztos vagyok benne, hogy attól berúgok. Annyit viszont mondhatom, hogy a csokoládét tett a béka szájában, tudod? Hogy itt a víz? Felejtsd. Jó napot, nem találkozott azokkal a macskákkal? Nem találkoztam, csak éppen arra mentek. Ha őt keresi, akkor nézze meg ottan. Hát, ha ott megtalálja. Hálász köszönetét. Na, ez majd biztosan lelepegy a rablót. Vizet rablógaszág, mert itt jövök. Az űrge fújja a leszkét. Én meg én lennék a mennyét. Na, koszogjon utánam, Tom uraszág. Jó főnök, loholok! Várjuk csak... Ezt elkiabáltam. Kész vagy?
Még a felénél tartok. Igyekezben már jön a vendég. Ó, egek ura, nem tudtam, hogy így kopognak. Na, szép napot kívánok. Üdvözöltessétek az új macskát. Ha, ki a fene vagy te? Ó, hát ismerek valahonnan. Ő itt a drága inaszom, Tomás. Ő maga az, aki pontosabban megtanít mindent, amit csak ő szokott. Például a rendkívüli... Ne mondd ki, mert a végig csak, hogy kutyába szaladok. Kutyába szaladsz? Vagy hogy futkoszolsz a kutyával? Például a kutya éppen pókerozik? Stimmel. Ezzel kész vagyok. Te polyász, hogy kerülsz ide? Ó, el is felejtettem, ő itt Tomás az inas. Hát igen, hát egy nem óriási. Én magad Tomás. Hivatlak Szivikének. Inkább ne, rókázok tőled. Ha még egyszer bántod ezt a kislányt, akkor áthajtok rajtad. Ó, egek. Itt kell neki lennie valahol. Ó, mi az? Ölköz. Nem. Koncentrálj a kintjére. Lehet, hogy ide rejtegették. Na hát, ilyen puszos helyen lakik. Óriási. Mindig ez a nyambat. Mert elvileg nem a maga szép. Dugulj el, tárny az orrító. Nem lehet, hogy itt meg dolga van. Pip, 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 pip. Nem igaz, nem igaz. Hogy az ütnének jobban. Várj csak, keresek valami kulcsot. Nem bírom tovább. Ezt kell hallgatnom végig. Jó, befogadtam ennyi dolgot. De a Tomásnak nem szól túl nagy velő. Én vagyok a pilóta. Erre váltam mióta. Ez figyúzzál csak lepülő macsek lettem, látod? Nekem ment a liba. Ez nem lehet. Hé, Tomás! Futok, mint a felgeteg. Erre mit mondatok, ti mamlaszok? Mit mondok? Juhuhuhu! Jól megcsináltunk mi ketten. Kattam? Látod, ez van, hogyha a jobb igazat elveszed, te meg a fülge kezelőzed, csak a kezdet. Te majd a vagyon. Hasznos eszköz nagyon. Felszállsz és agyölj csúcsforgalom. Ez minden barakban. Ez férfi és egy női. Nagy cégé fogunk nőni. Igen, de te meg addig ott csinálod azt, hogy mi csinálszok, beosztod, én beosztom. Nem tudom nélkül milyen neved. Megoldom milyen neves. Ez lesz a Odin levegő izéke. Én arra gondoltam, legyen inkább Tom levegő izéke. Ha ezt jöttek a vendégek. Te jó ég, mi van Olaffal? Ajjaj, ez nem jelent jót. Mi itt a baj? Úgy látod, Daniék jöttek. Tényleg? Most? Igen. Pontosabban meghívott küldtél, úgy látom. Jaj, ez úgy csak meghívó, jaj, jebeze. Te jó ég, ma jöttek. Szóval figyelmeztetnem kell élet. Te addig is, te is az asztal, vagy mit tudjam én? Ajánlom, hogy holnapig szerzd az állást. Meg lesz, drága uram. Na, itt az idő. Tamás, engedd be őket. Rendben van. Mi jó, hogy remény lettem a... Tamás? Erika? Tamás? 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 Dani Bálint? Uborka? Mi az? Csak éppen azt mondta, hogy uborka.
Ti mit csináltok itt? Én is azt kérdezném tőled, hol volt ilyenkor? Nézzétek, nem érdekel azt hiszem, amit mondatok, de marhára idegezít attól, hogy összetörjétek az én macska bölcső szívemet. Adjuk be inkább ezt a macska szittet. Dugulj el, te ezzel a macska szittet. Én? Persze, végül is te szóztad nyakamra ezt a macskát. Hát a fogva igen. Végül is ti ketten tehettek róla. Állj ezzel! Ti velem ebédeltek, Léna, Tomás, te meg addig ebédelj azzal Spike-kal. Spike? Vesz a nevet kaptam, Subidubidu. Jó, elveszünk mi ketten a csizajt. Ó, ne. Szóval, Tom, mit akartál mondani? Na, de te az ital szádat. Inkább beszélj, de mi történt. Jó, rendben, elmeséljem. Azt történt, hogy én voltam a komonyik szeme. Én pedig arra gondoltam, hogy nem tartom más milyen barátnőt, aki pont a szobba észeltek. És az én kedves drága Lénám, ami itt áll mellettem. Milyen cukik vagytok, de komolyan. Nagyon örülök. Játsszuk duinkot? Hát benne vagyok, te is benne vagy, Tomás? Adjatok egy percet. Rosszabb vinni, nem igaz, miért patetélik ez? A kutya meg a márját. Adok neki egy nagy pofát, hogy még a toppá nem borosdul. Nem hiszem el. Néha nem értem, miért viselkedik tovább, csak véletlen csak, hogy... Fogjátok már lepcesszátokat! Nem látod, hogy éppen drámázni próbálok? Biztos, hogy így viselkedik? Ellenkezőleg, tisztál a zakkant. Mi az kedvés szegény vele? Hiszen olyan naívnak látszik. Vigyázzatok, pillangók, itt repül a macskuckit a kattusz. Tövezett ezekről, de engedd el magad. Mondjuk például szervezhetni valami jó kis esti bulit. Esti bulit? Spike, te zseni vagy, tudom. És a beszenév is tesszik nekem. Mi ez? Nem tudom, de a bölcsek is mondják, húzzuk el csíkot. Lepülő madárka lettem. Tomás, te meg hol járkáltál? Na, megtaláltad a kincset? De viszont találkoztam ezzel a szép asszonnyal, olyan szép volt, mint a kis kutyafattyúska. Nem hiába hívnak téged csacska macskának, miközben vág az agyat. Teljesen olyan vagy, mintha teljesen agyonütöttek volna ezek a macskák azzal a gumibottal. Te szaki így vagy, mert nem ismered a macskák egészét. A macskák rendezvúznak ezzel a lányjal. Akkor tudod mit? Ki vagy rúgva? Többé ne is lássalak! Az eszem megáll tőle. Ha végeztem, meglátlak. Talabokra foglak tépni. Hát, hogy mi jelent az szerint? Na, látom, hogy te rendezvúra hívott Lénát. Persze, hol van most? Hosszú történet, de éppen vár téged a szobában. A szobában bizony találkozót van. A képeddel, az képével. az képemmel. Te jó ég, Léna, meg kell őt mentenem. Elnézést kérek a Tomás viselkedését. Nyugi, megszoktam már. Amikor Tomás éppen meglátja ez, meg az, meg minden azt. Hát, elég is cikinek tűnik, ugye már. Hát igen, és üdvözlöm a drága barátaidat. Dani, nem jössz már? Most mennünk kell. Spike, indulunk! Ha jó kedved tiszta tejnye lett, mondta, hogy a közül vagy imádat, ha majd eljön a kínálat. Ha jó a kedved tiszta tejnye lett. Hőha, nem is gondoltam, hogy egyáltalán jó fej. Tudjuk be, valójában mégiscsak jóvá alakult a dolgok.
de csak egy apróska bökkenő van, hogy... Várjatok, itt felejtettétek Tomászt! Mindegy, majd csak értelje valaki. Na, jó, hogy megvan nekem a rejtekém. Otthon édes otthon. Jó, hogy nem kell látom ezt a macskát. Csak néhány ütész, és jöhet a nagy teke. Megy! Valóban letehettem a Na hát, Fábián, nem gondoltam, hogy együttettem. Jobban mondtam. Azt hiszem jobban, ha a szemmiányt el nem tüktetik. A törvény nevében elkapja a feleljen, ki állította ezt a macskát. Úgyhogy mondja meg azt, hogy ki készítette. Úgyhogy ki készítette a macskávat. Igen, persze. Hát, ez jó tudni. Talán, hogyha odébb vinnétek olyan hazafelé. Jó, mondja meg, hogy hol lakik. Oké, rendben, megmondom. Aztán hazaengednétek végre. Majd utána, ha lelepleztük. Látják, pont itt lakom ebben a házban, tudják? Baj, előbb vagy utóbb a törvény nevében kilakoltatom magát. Benni, lakja ki a táblát. Ez a ház eladó, tökéletes. Hát ez nem teheti, most hol fogok én lakni? Tudok, ez sokkal jobb lehet ahhoz, hogy végül megmutatja magát. Hiába, jó leszünk túl rajta. Jobban ismerem, jobb nyitalmú elléptet engem valami gófütő messzre. Milyen jó lenne. De milyen jó lenne valójában, ha így kinéznék. Na mindegy, leszünk túl rajta. Itt alul a lyuka, viszont jól érezheti magát. Jól van, Wendy, most ihatunk egy kólát. Visz kaphatok? Vissza az kislányhoz. Kösz. Várjatok csak, Molly Mester. Én bosszút fogok állni miattad, és addig meg nem nyugszom, amíg a macska újra nem áll mellém. Még visszajövök. Különös. Léna, mintha nincs is itt. Léna? Léna? Ez egyáltalán nem vicces. Hálom is számolok, és... gyereki, ahogy csak tudsz. Egy, kettő, öt. Léna, megijesztettél? Nyugi. Pszt. Figyelsz, csináltam neked meleg színet, extra szívőzött. Te megőrültél, de hogy? Aki az, hogy éled át a nagy csapást. Épp eszégel a nagy csapást. Bocsi. Nem érzem valami füstöt? Én mondom, neked nem szivarozok. Kepálkóztanálsz, ha el a kényének. Teszik. Egyéb belőle. Jó van. Habá, ha agsz, aggaszt, akkor jó. Az isteni. Hogy hívják ezt? Ez úgy hívják, hogy mérgezett gomba. Bolond gombát tettél? Nem baj. Hozok még egyet, amit csak beléd fél. De szép lesz. Egyél egyet. Hagyd már abba. Mit akarsz velem tenni? Érezd a hatását. Én vad vagyok. Csapjunk el a csepájt! Nyomját, Tamás! Nyomját! Ezt már nevedem! Igen, ki akarta próbálni kis kolombban! Ez ki az menetet? A táncvel mindenki! Ohoho, ez az! Mindenki imádja! Figyelmeztetnem kell odint!
Vágyjak, Tom, csinálok neked valamit, ami pont érdekelhet. Egy mennyi beléd fél. Köszönöm. Pálma az... Na, jól életítem magad. Ám a szívem. Imádlak, húsz bogászám. Ideje felébesztői Tomászt. Tomász, ébresztő. Na, vége csak, hogy... Hát mi te a... Úristen? Elhibám, nem kellett volna tovább egyáltalán, csak hogy etettem estéje. Mi történt? Úgy látom, Tomász elaludt. Elaludt? Hogy? Hát, az a történet. Meg kell beszélnünk azt a mágia mestertől. Például beszélj meg azzal a csótányjal. Jó, szész. Majd a csótány segít nekem. Hát be fogsz jönni. Na, akkor nos, talált valamit? Ellenkezőleg. Egyetlen veszel sincs. Attól tartok, tovább el kéne altatni. Tati, te is egy jogellenes? Te jogokkal csinálgatod a temetkezési vállalatot? Nem tudom, de igen. Meg kell gyógyítok, különben Tony rájön, hogy milyen jövök rá. Ó, itt is jött az a kézengúz. Gondoltam, jöttem... Léna, mi történt Tomásszal? Hát, éppenséggel aludt, miközben éppenséggel adtattam. Nekem nem úgy tűnik. Mondd el szépen, mi történt. Jó, oké, bevallom. Eteltem azzal a meleg szénával, aztán meg fájdulni kezdett a hasza, és aztán az ott is nem tud felébredni, mert éppenséggel azt hitte, hogy én mérgeztem meg azzal az erős pisztával. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom. Tudhattam volna. Mindig csak ezzel hozzon szégyenbe. Ezért most kihívlak téged a pálmája. Mi? Ja. Jövök már, édes bogalam! Készülj fel a távolásra, Hugi! Mert meg leszel semmi sűrve! Kérek, Dani, ne tedd! Nem ő tehet róla! Éppenszége én is benne voltam abban a játékban, meg akartam menteni, de nem tudtam, hogy ez fog történni. Sajnálom, a szégyenbe hoztalak. És hiáltal azt adott feszkót, hogy ne piszkálgasz ezt folytában. De te belőle, hogy aki pontosabban észeltek, Léna Sparks. Ezért nem akarom, hogy veled menjek. Én ide tartozom. Nagyra értékelem, Tomász. Nyugodtan maradhatsz vele. Legyetek újabb boldogok. Köszönöm, te megmentettél. Nem téged mentettek meg, hanem a bajuszomat. Éppenséggel jó, hogy legalább nem betegyet áll jó kis helyiségbe. Pont olyan voltam, mintha éppenséggel az öreg apó viszont használta a gacsóját. Hát igen, mindenképp ez volt adja, de hiába van neki egy hitele mindenképpen. De szerintem menjünk haza. Jó ötlet, itt fagyaszkodunk egész nap. Igen. Jó, ez lesz ki szésze, forró kávé. Léna, te mit csinálsz itt? Sajnálom, Odin. Én teltek róla, hogy tovább szépen szégen megkínoztam. Nem kellett volna ennyire kínoszt kapnom. Ráli fáli, te meg kell nézzük Tomászt. Egy pillanat. Merre van Tomász? Várjuk csak, azért még
még itt voltak. Te jó ég. Azt megpanaszolom neked az azonnal jelenete azonnal. Két állatpajtikák. Már tudok éppen repülni. Ha elláttam a baját a bizonyos Fábián örmesternek, akkor visszajövök éltetek. Na, okoz, Zenikim. Rájöttél valamilyen valójában, hogy mi ez az egész? Én már rájöttem. Még a Hufnagel Pisti nem mondta nekem azt, hogy a macskát épp eszik-e akkor lehet gyógyítani, ha saját önmagának adja ki magát. Legalábbis majdnem mindent.